Jó? Sepet kerestem, a söntös a kettes műtőben. Francba a söntel, műtsük meg ezt! Tudod, miről szól ez, ugye? Uh-huh. Már nem te vagy az apuci kedvence, hát kerestél gyorsan egy rohadt tumort, hogy te legyél az. Inkább a betegemről szól. Még nem döntöttem, csak gondolkodom. Isaacnek tumora van. Tök szuper, nézd! Mi? Szupergáz. Felzabálta a gerinc nagy részét. Ugye nem komoly, hogy ezt meg akarod műteni? Dehogy nem. Ő Shepard. Ez rémhír, ugye? Isaacnek csak sérve van, vagy csontkinövése? Ah, egy hónapja kiszúrt nekem egy oszteoszarkómát. Én árnyéknak néztem, de kiderült, hogy egy aprócska lézió. Ez téged minősít, nem őt. Már bocsi, de tudod, ki ez az Isaac? Gőzöm sincs. Hello, mit csinál? Ó, egy gerinctumor. Csináltak egy ilyet a Mayo-ban, a műtét 17 órás volt. A sebész mellett 4 asszisztens rohangált, az egyik csak folyadékot adagolt. Na jó, tudja mit, Lexapédia itt nem játszik. Ez az én tumorom. Mi lett ezzel a beteggel? Meghalt, ezért volt csak 17 óra. Hé, hey, most látom, hogy Isaacnek inoperábilis tumora van. Ez Isaac tumora? Ah, jól van elég. Miért is inoperábilis? Krisztina? Miért nincsenek a műtőben? Gyerünk, irány a műtő! Ne játszanak a beosztással már az első nap!